zamolim da održi pozdravni govor i da odu. Tehát a fővárosi vízművekkel kötött együttműködési szerződés, amely 14 hónapon át fog tartani, elérkezett a következő pontjához. Ebben a pontban a budapesti vízmű, illetve a szabadkai vízmű egy konferencia keretén belül prezentálja ki a saját, mindenki a saját cégét, illetve azokat a munkákat, amik hasonlóak mind a két cégben. Azokat más és más eszközökkel, módszerekkel végzi az egyik cég, illetve a másik, ezekről lesz prezentáció, illetve ugye a 14 hónapos együttműködésnek a kezdeti részén volt egy technikai tudás átadás, így nevezném, ahogy ugye a budapesti vízmű eljött Szabadkára, bemutatta nekünk, hogy ők egyes technikai nehézségeket hogyan oldanak meg. Gondolok itt például a vízvesztesség keresésre. Természetesen a két vízműveket olyan szinten lehet csak összehasonlítani, hogy a fővárosi vízművek körülbelül olyan 10-12-szer nagyobb, mint a szabadkai vízmű. Teljesen más struktúrájú, illetve anyagi háttérre is rendelkeznek, de nem mindig pusztán az anyagi háttér az, ami probléma megoldásához vezet. Van, amikor egyszerű eszközökkel is ugyanazt a problémát meg lehet oldani, és ezek azok, amik a különbségek, amiket mi próbálunk elsajátítani a fővárosi vízművektől, és persze fordítva is van, ahol mi mutatunk egyes újdonságokat, illetve olyan technikákat, amivel mi meg tudjuk oldani itt a helyi problémáinkat is. Ez a lényege ennek a két vízműnek, az együttműködésének, hogy tapasztalatcsere folyik valójában. Nem csak technikai értelemben, hanem a szervezeti felépítésben is, és egyéb más dolgokban. Érma apám mondta, hogy az emberek két magszámlájában egy fölött, egy pedig fent. Tehát, hogy egy cégvezetőként is egyként gondolkodunk, hogy nagyon fontos az, hogy vannak olyan dolgok, amit profitorientált módon csinálunk. A szabadkai együttműködés az egy non-profit együttműködés, gyakorlatilag teljesen ingyenesen működünk együtt és segítjük Szabadkát. Az ENSZ-nek van egy úgynevezett UN Habitat programja, amely városfejlesztésekre vonatkozik, és ezen belül a vizes együttműködésben úgynevezett peer-to-peer, tehát két cég közötti közvetlen együttműködés keretében működünk együtt a szabadkai vízművel. Április 1-ével kezdtük el a projektet, másfél éves együttműködést tervezünk elsőre, nyitottak vagyunk a hosszabbításra is. Nagyon fontos az, hogy egy meglehetős társ és szinte az egész vízmű működését lefedő együttműködésről beszélünk, kezdve akár a terepmunka, a csőhálózati térképek, szivárgáskeresés, nem számlázott víz, illegális bekötéseknek a felderítése. Ezen túlmenően egészen a háttér irattári anyagok rendszerezése, adatkezelés, adatmenedzsment, ezen túlmenően akár az úgynevezett speciális esetek kezelése, mint egy-egy nagy özönvízszerű esőzésnél, hogy az miként dolgozunk. Ennek természetesen van olyan műszaki háttér segítségnyújtás része is, nekünk is ez budapesti vízműveknek jó egy ilyen típusú együttműködés. Könnyen belátható, hogyha valami olyan nagyon-nagyon rendkívüli esemény történik, akkor azt egyedül sosem tudja egy vízmű megoldani, akkor egymás segítségére sértünk, mert mi nyilván szívesen segítünk egy ilyen esetben Szabadkának, és nyilván szívesen veszük a segítségét Szabadkának is, ha mi kerülünk ilyen típusú bajba. De egészen a menedzsment és a dolgozók képzéséig, itt nagyon fontos azt tudni, hogy ez egy beszélgetés alapú, és egy kölcsönös együttműködésen alapuló projekt és munka, amit kért Szabadka, és ami nekünk is ez passzolt, azokban a témákban dolgozunk együtt. Az elmúlt bőfél év tapasztalata alapján azt mondom, hogy nagyon jó emberi és kollégális kapcsolatok alakultak ki a két cég között. A mai téma a
minőség, ez ISO 9001 és 11001, valamint az OSZAS 18001 kapcsán készült előadás, amelynek a lényeg az, hogy a bemutassuk az előző években a szabadidő vízügyi csatornázási kommunális közvállalatban milyen eredményekkel járt az ISO standard, illetve a környezetirányítási, minőségirányítási szabványok a bevezetése. A mai előadáson ki fognak derülni, azok a pozitív antilétumok, indikátorok, amelyek alapjában megalapozták ennek a bevezetését. Mégis mindig az a kérdés, hogy valójában mit jelent bevezetni az ISO standardokat, kell-e ez egyáltalán fejlődés szempontjából, illetve szükségtelen. Itt erre próbálok majd rávilágítani a mi szemszögünkből. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy Szabadkavárosi alpolgármesterként nagy tisztelettel köszöntsem Önöket itt ma, Városházán tisztelmében, amely egy újabb, tartalmasabb konferenciának, illetve konferencia megtartásának ad otthont. Nem szeretnék külön kiemelni senkit, viszont a szervezőknek köszönet ezért a konferenciáit, ezért megköszönném és üdvözölném megkülönböző tisztelettel Sugár Györgyöt, a Szabadkai Vízművek megbízott igazgatóját, valamint a budapesti vízművek fővezérigazgatóját, Harangi Csabát, és Dobó István, aki a Magyar Nemzeti Kereskedőház előtt jelent meg ezen a mai konferencián. Ugyanakkor köszöntöm a Szabadkai térség jogminőségi vízellátása és szennyvízszolgáltatása érdekében létrejött együttműködés keretében megrendezésre kerülő konferencia minden résztvevőjét, előadóját, szervezőjét, minden kedves vendéget és a sajtóképviselőjét is. Külön örömömre szolgál, hogy Szabadkai és Városházi tiszterme az otthonterangos összejövetelnek, amely méltó helyszíne a fontos szaktanácskozásnak, amely keretében bemutatásra kerül az a partneri projektum, amelyet két jelentős és elismert vízművállalat mutat be. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az előadóknak, hogy megosszák velünk az eddigi tapasztalataikat, segítséget nyújtanak szakmai és fejlesztési szempontból is a vízműellátás és a minőségesebb vízszolgáltatás terén, hiszen fontos útmutató Szerbia számára, aki az Európai Uniós csatlakozások útján halad. Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság szereplői továbbra is biztos pontként tekinthetnek Szabadka önkormányzatára, Szabadkát partnerként élhetik és éljék meg az elkövetkező időszakban is. Végezetül megköszönöm a szervezőknek, hogy ismét Szabadkaváros önkormányzata adhatott otthont a konferencia megtartásának, és a konferencia minden résztvevőjének pedig eredményes tanácskozást kívánok.